Sokan tervet készítenek az új évre, melyhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a 2024-es esztendő jelentősebb eseményeinek feltérképezésével. 2024-ben 251 munkanap áll előttünk, és a 14 munkaszüneti napból 11 esik hétköznapra. Három ünnepnap hétvégére esik, mint szeptember 15-e és november 17-e, amik vasárnapi napokra, valamint január 6-a szombat volt. Szeptember 1 a szlovák alkotmány napját, mint munkaszüneti napot az új kormány törvénymódosítása értelmében idén már nem ünnepeljük. A tavalyi naptári évhez képest idén kevesebb hosszú hétvégénk lesz, a húsvéti ünnepeken kívül összesen csak három. Január 1 hétfőre, július 5-e és november 1 pedig pénteki napokra esnek. A húsvét idén március 29-én nagypéntek napján kezdődik, és április 1-én húsvét hétfővel végződik. A munka ünnepe, vagyis május 1 -e, valamint a fasizmus felett aratott győzelem napja, azaz május 8-a is szerdai napokra esnek. A szlovák nemzeti felkelés napja, vagyis augusztus 29-e csütörtök lesz. A karácsonyi ünnepek idén kettő csütörtökig fognak tartani. Talán jobban örülhetnek a diákok, akik számára a téli szünidő január 7-éig tartott. Tavaszi szünetre a Kassai régióban február 24-e és március 3-a között lehet örülni. A húsvéti szünidő március 28-ától április 2-áig tart majd. A nyári vakáció július 1-től szeptember 1-ig, az őszi szünet pedig október 30-ától november 1-ig tart majd a téli szünidő december 23-án veszi majd kezdetét. Magyar nemzeti ünnepnapjainkat tekintve március 15-e péntekre, augusztus 20-a kedre és október 23-a szerdára nálunk munkanapokra esnek. 2024-ben gyakran hallhatjuk majd Váci Mihály neves nyíregyházi költő nevét, ugyanis idén decemberben ünnepeljük születésének századik évfordulóját.